Hello adminkák, fő admin vagyok, és beszéljünk ma egy olyan témáról, amik általában kimaradnak a fanfictionokból, a szülőkről. Érjétek! Oh my... Nos igen, ez egy olyan téma, ami van, akit felvidít, és van, aki nem igazán örömmel beszél ilyen dolgokról, mert most attól függ, hogy milyen magának a szülőnek a hozzáállása ezzel a témával kapcsolatban. A K-popot a szülők nem mindig tudják annyira elfogadni, nem mindig tudnak vele azonosulni, és nem is mindig engedélyezik sajnos. Vannak olyan kivételes esetek, ahol kifejezetten tiltják azt, hogy K-popot hallgathassunk. De beszéljünk is egy kicsit a kategóriákról és azokról, hogy milyen fajta szülőtípusok is vannak egy K-popper életében. Az első kategóriában beszélnék a legeslegjobbról, és arról, hogyha tökéletesen tud azonosulni a szülő a K-poppal, sőt még esetleg szereti és hallgatja is. Ezek a szülők azok, akik a legrugalmasabbak, és eléggé fontos nekik a gyerekük, ugyanis nyitottak az új dolgokra, és ezáltal ők is tudnak vele azonosulni, meg tudják benne látni azt a szépet, amit esetleg az ő gyerek is meglát benne, és együtt vonulnak rá a bandákra. Ritka eset szerintem, de van ilyen is. A másik eset az, amikor a szülő elfogadja, nem tiltja, nem ellenzi, de viszont nem feltétlenül biztos, hogy attól most ő magának is K-popernek kell lennie. Ez egy tökre természetes dolog, ugyanis egy szülőnek, vagy egy felnőttnek már megvan a maga kialakult zenei stílusa, és ezek nem feltétlenül változnak az idők folyamán, ők szeretik mondjuk a rappet, a hip-hopot, a sima popot, vagy a klasszikust, esetleg a mulatóst, de mindentől függetlenül K-popot sem vetik meg, te nyugodtan hallgathatod, esetleg még rá kérdeznek egy-egy dologra, vagy esetleg érdekli is őket egy-két dolog ezzel kapcsolatban. Ez is szerintem egy nagyon pozitív kategória, ugyanis még a rajongónak így sincsen semmilyen problémája a szüleivel, attól, hogy ő K-popot hallgat. Menjünk tovább még egy kategóriát, amikor a szülő nem ellenzi a K-popot, de viszont kifejezi a nem tetszését ezzel kapcsolatban. Most igen, a K-pop nem egy olyan műfaj, ami mindenkinek tetszik, igazából nincs olyan zenei műfaj, ami mindenféle embernek tetszene. Szóval egyszerűen őknek ezt nem szeretik, és ezt nek hangot is adnak, ami néha, vagy hát többnyire inkább rosszul is esik a rajongóknak. Ugyanis hát az nem jó, hogyha a kedvenceinket becsmérik. Ennél még rosszabb eset az, amikor tiltják is, és még szidalmazzák is ezt a műfajt. Sajnos, hogy vannak ilyenek is, de mit lehet tenni ez ellen, vagy mit lehet esetleg tenni, hogy ez másképpen legyen? Elsősorban meg kell vizsgálni azt, hogy mi lehet az utálkozásnak a témája, vagyis mi miatt utálják ezt az egész műfajt. Az ok nem feltétlenül az, hogy nem szeretik a műfajt, ugyanis megtörténnek olyan esetek, ezt most nem általánosítom, valahol megtörténik, valahol nem. Van, ahol az a probléma, amikor a gyerek annyira belefanul ebbe az egész dologba, hogy elhanyagolja például magát a családot. Hogyha te magadat olyannak érzed, hogy bele kell egy kicsit jobban gondoljál, és egy kicsit őszintének kell legyél magaddal is, hogy K-pop miatt valóban kevesebbet törődsz a családoddal, vagy sem, de hogyha ebbe a kategóriába tartozol, akkor indokot adsz a szüleidnek arra, hogy utálják ezt a műfajt, ugyanis ez az a műfaj az, ami elválaszt úgymond téged, őtőlük. Szóval, hogyha úgy érzed, hogy tényleg egy kicsit elhanyagoltad a szüleidet ezzel kapcsolatban, és szidalmazzák, nem szeretik a K-popot, ezt azzal tudod jobban orvosolni, hogyha kicsit több időt töltesz velük, de ugyanakkor a K-popot se hanyagolod el természetesen. Esetleg megpróbálhatsz olyan dolgokat mutatni a K-popban, ami talán nekik is tetszik. És hogy miket is mutass pontosan, az igazából a következő probléma kategóriába is tartozhat, a túlzott ráfanolás. Szóval az is lehet a probléma, hogy a szüleid nem szeretik, hogy tiltanának a K-poptól, hogy azt látják, hogy túlzottan is rá vagy fanolva. Mondjuk a példának okáért felvesszük most az ázsiai srácokat. Az ázsiai srácoknak a kinézete, testalkata, stb. Nem annyira olyan, mint egy európainak. Márpedig egy szülő nem abban nőtt fel, hogy ázsiai srácok között volt, hanem inkább, hogy európai srácok között. Mások az értékrendek, mások az elvárások, más a viselkedésforma. Egy nagyon különbözik a két kultúra, nagyon különböznek a kinézetük, nagyon különbözik a viselkedésük. És éppen emiatt kicsit nehezebben tudják elfogadni, mondjuk azt, hogy ha úgy cukizni akarnak a rajongók kedvéért, vagy hogyha
aranyosan viselkednek, stb. Ez nagyon sok emberben nem természetes itt Európában, hogy a férfiak ezt általában nem szokták csinálni. Ilyeneket látván az ember, az a gondolat támad az emberben, hogy nem is igazán annyira férfiasak, hogy férfiak. Hogyha te úgy érzed, hogy te inkább ilyen videókat mutattál a szüleidnek, vagy hogy elég sok ilyen videót mutattál, ami után még mindig negatív véleményt alkottak efelől, próbálj olyan videókat mutatni nekik, amik férfiasabbak, amik máshogy mutatják őket, amikben megmutatnak egy másik énjüket is, nem csak a feltétlenül azt az oldalt, amit te igazán szeretsz bennük. Meg kell mutatni a K-popnak olyan szegmensét is, amit mondjuk eddig még ők nem is láttak, vagy nem is hallottak róla. Ha például apukátoknak akartok K-popot mutatni, akkor természetesen inkább lánybandát mutassatok nekik, mint fiúbandát. Lánybandában még talán megfogja őket valami, ami fiúbandában nem sikerül. Még hogyha nem is csak az egy. I'm so hungry! Please give me food, some food! Az anyukák esetében meg pedig, hogyha tényleg azt látod, hogy ez a fajta viselkedés, vagy ez a fajta srácok, amiket mutattál, ez nem jön be neki, akkor próbálj meg megmutatni más fajta témában, más témájú srácokat. Nem feltétlen biztos, hogy sikerül, vagy hogy teljes mértékben ezáltal megszeretteted őket velük, csak próbáld meg megmutatni azt, hogy igazából nem kétségű, vagy nem csak ez van és kész, például nem eddig lehet csak BTS-eket mutattál nekik, nem csak a BTS-ből áll a K-pop, hanem vannak más bandák is, és hát ha ezáltal egy kicsit nekik is más rálátási szögük lesz erre az egészre, és ezáltal egy kicsit jobban el tudják fogadni. Van sajnos olyan negatív megközelítés is, amiben nagyon sokat közrejátszik a rasszizmus, ugyanis ázsiaiak és ezáltal le is vannak nézve. Sajnos tényleg biztosan érzi meg tudja az, aki ilyen kategóriába tartozik a szüleivel, hogy milyen is ez, és én csak nagyon-nagyon hálás tudok lenni amiatt, hogy az én szüleim nem tartoztak ebben a kategóriában, mert ez talán a legneccesebb és a legnehezebb kategória, ami által valamennyire és jobb színben fel tudjuk tüntetni a kedvenc bandáinkat. Ha eleve a faji megkülönböztetés miatt van probléma, akkor most akármi, ami ázsiai, az nem lesz annyira jó. Talán egy kis szemfelnyitásképpen, hogyha nagyon erősen vagy nagyon csúnyán beszólnak rájuk valamit, esetleg annyit válaszolhatsz vissza, hogy valószínűleg ők se látnak minket jobban, vagy ők nekik is ugyanúgy furcsák vagyunk mi, vagy az ő szemükben mi is alacsonyabb rendűek vagyunk, mint ők. Egy kicsit talán arra jó ez az egész, hogy az embernek egy kicsit kinyíljon a látószöge, hogy igen, nem csak az én véleményem van, meg nem csak a fehér emberek léteznek. Sokkal több az ázsiai, sokkal több a közel-keleti származású. Na hát afrikaiból nem biztos, hogy több van, mint fehér emberből, ebből a két kategóriából például biztosan, hogy több van, ezért igazából mi vagyunk inkább kisebbségben. De ez egy nagyon-nagyon problémás kategória, hogyha már valaki ilyen erősen szidalmazza és ilyen erősen próbálja támadni ezt. Talán erre a legjobb megoldás az lenne, hogyha tényleg megpróbálsz nyugodt körülmények között nem veszekedve megmondni nekik, hogy neked ez a műfaj igenis nagyon fontos, és annyi megértést szeretnél tőlük kérni, hogy legalább ne bántalmazzák, hogy ne szidalmazzák, már csak azért is, mert ez neked fontos, és hogy legalább amiatt, hogy téged kedvelnek, vagy szeretnek, vagy tisztelnek, emiatt ennyi kérést tartsanak be, vagy ennyit fogadjanak el, és kedvedért tegyék meg ezt lényegében. És hogyha ezt megfogadják, akkor a te életed is egy kicsit nyugodtabb lesz, nem kell minden nap szidalmazások között éljél, úgyhogy halljad, hogy hogyan besmérelik a kedvenceidet. Egyébként a kategóriákat félretéve szülőkkel K-popot megszerettetni csak is úgy lehet, hogyha előtte megfigyeljük azt, hogy milyen az a zenei stílus, amit a szüleink igazán szeretnek. Vegyük rá a fáradtságot, és igenis üljünk le velük zenét hallgatni, olyan fajta zenéket, amiket ők szeretnek, vagy amiket ők igazán kedvelnek. És hogyha ebben a kategóriában lehet találni hasonló K-popot, akkor azt megmutatni nekik, és ezzel jó eséllyel talán meg is szerettethetjük velük azt a műfajt. Ne menjünk arra, hogy az idolok kinézetével próbáljuk meg őket elábrándítani, mert ez igazából rájuk nincs olyan hatással, mint mi ránk, mert ők nekik más az értékrendjük, másféleképpen állapítják meg az embereket, más az, ami jobban tetszik nekik. A zene az, ami valamennyire meg tudja őket majd fogni, és ezáltal egy kicsit nektek egy oldalot kell egy kicsit tenni magatokat, hogy na, mégis mi lehet az, ami igazán az ő stílusokhoz közel van. Meséljetek el ti is történeteket, a ti szüleitek mely kategóriába tartozik jobban, elfogadóbbak vagy kevésbé elfogadóbbak. Meséljetek esetleg olyan történeteket, ami által nektek sikerült jobban megszerettessétek a K-popot a szüleitekkel, ugyanis a kommentekben még folytatódik ez a téma, és még
beszélhetünk róla nagyon sokat, mert igazából ez is egy nagyon-nagyon tág téma, és remélhetőleg, hogyha egy szülő is nézte ezt a videót, talán egy kicsit jobban belegondol abba, hogy az ő gyerekének ez mennyire is fontos, és talán ad már csak azért is, hogy jobb legyen a gyerek-szülő viszony, egy kicsit elfogadóbb lesz ezzel a műfajjal kapcsolatban. Az is lehet, hogy a gyerek kinövi idővel, az is lehet, hogy benne marad. Én is ugyebár már nem vagyok iskolás, de még mindig benne vagyok ebbe a kategóriába. Köszönhető annak is, hogy nekem igazán jobban a zene tetszik, nem maga a sztároknak a kinézete. Lehet, hogy éppen az engem néző szülőknek a gyerek is benne fog maradni, és akkor valamennyire el kell ezt fogadni. Hamarosan jövök neked a következő videókkal, kösz, hogy velem tartottatok, főadmin voltam, és hallgassatok mindig a K-popot, és ilyen melegben ne legyetek túl sokat a napon. Sziasztok! Wow! 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 Wow!